Biztonságban indult újra az élet Kaposszegcsőn. Az alsó tagozatosok nagy többsége jár az iskolába, és ismét működik az óvoda. A pedagógusok már megkapták a koronavírus elleni védőoltást, az óvónőket pedig tesztelték, mondja Vadáczi Csiba Zsuzsanna, polgármester. És a fejlesztések sem álltak meg a településen. Voltak, amiket megvalósítottunk már, ilyen volt a sportpark, de ott se állunk le, tehát mellé tervezünk most a tavasz koranyár folyamán beszerezni kerti bútorokat, biciklitárolót, a parkjainkat igyekszünk egy kicsit modernebb formában, vagy pedig ugye komfortosabbá, szebbé tenni. Itt a közösségi ház előtt már most május elején megújul a szökőkutunk környéki, a hídunk, illetve a padok, illetve a fönti gyöngy melletti parkban, illetve itt lent is a növényzet pedig ősszel fog megújulni. Erre is most már megbeszéltük a metódust kertészekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fog sikerülni. Jelenleg a főzőkonyha energetikai felújítása zajlik. Külső szigetelést kap, ablakcserék már megvalósultak, illetve az akadálymentesítéshez szükséges rámpát csinálták meg a múlt héten, illetve időközben derült ki, hogy az, hogy másik épületbe menjenek át az akadálymentes mosdóba, az nem fog tudni megvalósulni, és ezért ki kell alakítani ott is egy akadálymentes mosdót, ami gyakorlatilag plusz költséggel jár az önkormányzatnak, de így, hogy most sikerült egy olyan helyet találni ennek a mosdónak, ami több funkciós lesz, így azt mondom, hogy hasznosan fogjuk megvalósítani, mivel hogy ott van mellette egy fedett szín és egy műfüves pálya, így nem csak az étkező konyhának az akadálymentes mosdóját látja el, majd ezt a funkciót látja el ez a mosdó, hanem amikor a műfüves pályán vannak kint, vagy rendezvény van ott, akkor oda is nagy segítség lesz. A Magyar Falu programból 5 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat a régi takarékszövetkezet épületének megvásárlására. Itt körzeti megbízotti irodát szeretnének kialakítani. Ami nekünk azért fontos, mert egy fontos csomópontban a Dombóvár, Pécsi, illetve a Bonyhádi utak kereszteződésében van ez az épület, és itt mindig közlekedési problémáink vannak, illetve hogy az átutazók nem nagyon veszik figyelembe az 50 kilométeres korlátot. És ezért szeretnénk azt, hogy mind a lakosság könnyebben elérje a körzeti megbízottat, mind az legyen, hogy tényleg ott áll egy rendőrautó többségében, és akkor lássák, hogy itt azért lassítani kell. Ezért valószínűleg azt beszéltük a rendőrséggel, hogy ha minden jól megy, akkor mérőpontot is szeretnénk majd idővel megvalósítani. Ezen kívül számos ötlet, terv van még a tarsolyukban, mondja a település vezetője. Gyakorlatilag szolgálati lakást szeretnénk kialakítani, itt a hivatal épületét kívülről már ugye szép, meg belülről is, de gépészetileg is szeretnénk felújítani. Aztán a közútkezelővel, nek a támogatásával együtt szeretnénk a közútkezelő fenntartásában lévő biciklis útra, ami ugye még a tulajdon a miénk, ezért mi tudjuk megpályázni a Jágónak és a Liget lakótelep közti már erősen leromlott állapotú biciklis utat felújítani. Aztán tervezzük továbbiakban a kommunális eszközök beszerzését a faluba, illetve a temetőnek a továbbfejlesztését, de adtunk is már bepályázatokat a kis konyhánknak a felújítására, illetve a csarnokunk felújítására, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy álmuk egy bölcsöde kialakítása, amely a tervek szerint 14 férőhelyel működne, az óvodához kapcsolva. Erre a beruházásra is pályázatot fognak benyújtani. Szeretnénk külterületi utakra pályázni, ennek az első lépése az lenne, hogy az ipari parkot és a Nyergest, tehát Dombóvárt és Szegcsőt ott is összekössük. Ez is több funkciós lenne, mert nem csak ipari minősége lenne, hanem ugye azért a szabadidős rekreációs részt is erősíteni ezáltal ez az út. A kivitelezési munkákhoz igyekeznek helyi vállalkozókat bevonni. A településvezetés számára ugyanis fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyben működő cégekkel, szakemberekkel.